Már régóta köztudott, hogy a cápák inkább elkerülik a delfinek társaságát. Amikor meglátják a csapatukat, inkább az ellenkező irányba úsznak, és különösen a gyilkos bálnák elől próbálnak meg kitérni. Ugyanakkor többször is félig lebomlott delfintetemeket találnak az elfogott cápák gyomrában. Szóval mégis miképp lehetséges az, hogy egy ilyen kegyetlen ragadozó, mint a cápa, fél egy ilyen kedves játékos delfintől? Derítsük ki! Miért félnek a cápák a delfinektől? A delfinek csoportokban élő emlősök, melyek ráadásul meglehetősen intelligensek is. Közismert, hogy a delfinek egyáltalán nem olyan ártalmatlanok, és jól meg tudják védeni magukat. Amikor meglátnak egy agresszív cápát, akkor az egész csapattal azonnal megtámadják a ragadozót, így a cápának nincs esélye a menekülésre. Ebből adódóan a cápák többnyire elkerülik a nagy delfin csoportokat. Alapvetően a delfinek természetes testfelépítése nagy előnyt jelent számukra a cápákkal szemben. A delfinek hátuszonya adja a hajlékonyságot. A lágy bőr és a rugalmas csontízületek kombinációja megkönnyíti a delfinek számára a porcokkal rendelkező ellenfeleik elleni küzdelmet. A cápák farokúszója függőleges síkú, így felfelé és lefelé korlátozza a mozgásukat. A delfinek farokúszójának viszintes a mozgása, így nagyobb szabadsággal mozoghatnak és fürgébben tudnak irányt változtatni a gyors támadás érdekében. A kifejezetten erős és vastag csontból álló arcorruk miatt a delfinek igazi túlélők. A delfinek néhány méterre a cápák alá kerülhetnek, és onnan feltörhetnek. Orrukat a cápa puha hasába nyomhatják, ami súlyos belső sérülésekhez vezethet. Amikor kénytelenek harcolni, erős csontos orrukkal a cápák kopoltyúit támadják, és megvédik egymást a cápa támadásoktól. Egy jól időzített ütés elegendő lehet egy cápa megöléséhez. A nagy delfinek szintén meglehetősen hajlékonyak, és sokkal fürgébbek, mint a cápák. Így egy delfincsoport körbekeríthet egy cápát, majd elkezdhetik a támadást, amelyben alulról ütést mérnek a cápa hasára. Bizonyos értelemben egyszerűen megfélemlítik a cápát, amíg el nem tűnik. A cápák magányos ragadozók, míg a delfinek csoportokban élnek. Amikor a csoport egy tagja veszélyben van egy cápa miatt, a társai odasietnek, hogy megvédjék. Olyan eseteket is tudunk, amikor a delfinek embereket mentettek meg a cápa támadástól. Két vagy több delfin több, mint egy cápa, és a legtöbb esetben a cápa a harc helyett inkább elrejtőzik. A cápák inkább a náluk kisebbeket támadják meg, beleértve a sebezhető delfinborjukat is. Amikor egy cápa úgy dönt, hogy megtámad egy kis delfint, általában nem tudja elkerülni, hogy a dühös védelmező delfinek csoportja ne támadja meg. Ugyanakkor a delfinek nagy előnye a cápák erejével szemben az intelligenciájuk. Az echolokáció használatával a delfinek gyorsan mozoghatnak a vízben, hogy elkerüljék vagy megtámadják a cápákat. A lopakodó vadászok néven ismert cápáknak akkor van a legnagyobb esélyük egy delfin elpusztítására, amikor vak helyszínen vannak. Ha azonban az első kísérlet kudarcot vall, a delfin könnyen elúszhat vagy odahívhatja a csoport többi tagját, hogy közösen támadhassanak. A delfinek kiváló intelligenciájuk mellett hihetetlen sebességgel is rendelkeznek. Gyorsabban tudnak úszni, mint a legtöbb cápafaj. Ezáltal utolérhetetlen ereséggé válnak, melyet nem érdemes üldözni. A Bálna és Delfinvédő Társaság adatai szerint a Floridában érő szaraszotai vizeken élő delfinek harmadának vannak hegei, melyek cápatámadások miatt keletkeztek. Így a világ egyes részein a cápák a legfőbb delfinvadászoknak számítanak. Van azonban egy másik típusú delfin, amely megijeszti a fehér cápákat. Ezek a gyilkos bálnák a delfin család legnagyobb képviselői, amelyekről ismert, hogy a nagy fehér cápákra vadásznak, ha nincs elég élelmük. A gyilkos bálnák a rendkívül erős farokúszójukat használják, hogy a cápákat a hátukra fordítsák, mozdulatlanná téve őket. Ebben az összefüggésben a cápa sebezhetővé válik a delfinek csoportja előtt. Ezért a fehér cápák inkább elmenekülnek, amint a karcárnyú delfinek közelébe kerülnek, mivel azok megtámadják a cápákat, hogy megegyék a májukat. Szinte műtéti pontossággal kiválják a szkvalénban gazdag májat. A testüket félredobják. Nem csoda, hogy a cápák rettegnek. Mit gondoltok, a cápák akkor is félnének a delfinektől, ha nem úsznának nagy csoportokban? Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, valamint iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!